Helyi témával folytatjuk. Elkészült a legfrissebb 2015-ös háztartáspanel kutatás Nyíregyházán. A Város és a Debreceni Egyetem egészségügyi karának közreműködésével kérdőíveken gyűjtötték össze azokat az adatokat, amelyből összeállították a városra és térségére jellemző életminőségi modellt. Többek között a gazdasági aktivitást, a lakosság egészségi állapotát, az érzelmi jóllétet és az idősek helyzetét is feltárja a kutatás. Dr. Fábián Gergely szociológus dékán helyettes a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2008-tól követik nyomon Nyíregyházán a lakosság életminőségét, de az idei kérdőívezés egy kicsit másfajta volt. Ez így van, tehát gyakorlatilag Nyíregyházán 2008, 10, 12 és 15-ben végeztünk felmérést. Most szerencsénk volt idén azzal, hogy az önkormányzat elnyert egy nagy árott pályázatot, és ennek részeként nem csak Nyíregyházán tudtuk lebonyolítani a felmérést, hanem a nyíregyházi járásnak a településein is. Igaz, hogy most igazából csak nyilvánvalóan a 2015-ös adatokat tudjuk összehasonlítani, időbeli elemzéseket még a járás tekintetében nem tudunk elvégezni. Milyen széles réteget szűrtek meg, hány települést érintett tehát? Alapjában az összes települést érintette. Gyakorlatilag ugye a megkérdezetteknek a száma az mind a két esetben, tehát Nyíregyháza város, illetve a járás esetében megközelítette az 1000 főt, de itt mindig legalább 2-vel, 3-mal meg kell szorozni, elsősorban azért, mert mi háztartásokról gyűjtünk adatokat és információkat, és ugye itt attól is függ, hogy most hány fős egy háztartás, mert vannak egyfős háztartások is, de vannak 4-5-6-7 fős háztartások is. Én még nem számoltam össze, de szerintem ez 2-3 ezer fő minimum, akár a járás, akár Nyíregyháza tekintetében. Milyen változásokat látnak az előző évekhez képest? Természetesen sorra fogjuk venni a különböző területeket, de lehet-e mondani egy összegző véleményt? Most már Nyíregyháza esetében látunk egy globális képet, ha lehet így fogalmazni, ami időszakonként eltérő volt. 2008 és 2010 között sokkal inkább az életminőség romlása volt mérhető, azzal, hogy azért ott 2008-tól volt egy nagyon komoly gazdasági válság, ami ugyan az Egyesült Államokból indul, de hát pillanatok alatt begyűrűzött Európába és Magyarországra is. Ott, ha csak egy példát mondhatok, akkor ott mondjuk korábban egy olyan 5% körüli munkanélküliségi ráta volt jellemző Nyíregyházára, ott hónapok alatt hirtelen felugrott majdnem 10%-ra, tehát és az jövedelem csökkenéssel járt együtt, tehát ott volt egy, azt mondom, negatív folyamat. 2010 és 12 között már javult a helyzet, nőtt a foglalkoztatottság egyik oldalról, másik oldalról nőttek a jövedelmek is. Ugyanakkor viszont, ha átlag jövedelmeket nézünk, akkor egy kedvező kép tárult elénk, de a háttérben, mert ugye az átlag az sok mindent eltakar, vagy elfed, ott azt is lehetett tapasztalni, hogy a legszegényebb emberek körében csökkent a jövedelem, míg a legtehetősebbek meg még tehetősebbek lettek, tehát volt egy ilyen az átlag által eléggé eltakart növekedése az jövedelmi különbségeknek. Aztán 2012 körül ez már javult, és most 2015-ben egy ezzel majdnem ellentétes folyamatot lehetett megfigyelni, abban az értelemben, hogy az átlagjövedelem az nőtt kb. 15%-kal, ami egyrészt nagyjából azonos növekedés, mint ahogy azt az országos kutatások mutatják. Az egyenlőtlenségeknél pedig azt lehetett látni, hogy most nem csak a legfelső 10 000 mondjuk így, vagy a jómódúaknál következett be, hanem a legalsó 10%-nál is nominális mértékben is nőttek a jövedelmek. Tehát kedvezőbb kép rajzolódott ki. Ez a két terület volt speciálisan az ön szakterülete ezen kutatáson belül, és hogyha már ezt elkezdtük, akkor azt is el kell mondani, hogy a munkaerőpiaci kérdéseknél, méréseknél más módszert használtak, mint mondjuk a KSH vagy más nemzetközi módszerek. Miért? Ez egyszerűen abból adódik, hogy mi a 18 éves és annál idősebb generációkat vizsgáljuk elsősorban. A KSH pedig vagy a 15 éves kortól kezdi az életkori beosztást. Kicsit olyan tény, hogy nem nagyon térnek el az adatok, abban az értelemben, hogy azért ezt a differenciát megnézzük, ezt a 3 éves időszakot, akkor a 15 és 18 évesek általában benn vannak még az oktatási rendszerben, tehát nagyon nem térnek el az adataink, de azért pici eltérések mérhetőek. Másrészt megint
attól függ, hogy hogy bontjuk, mert van olyan, hogy 15 és 64 év közötti korcsoportokra nézzük, vagy a 15 és 74 vagy 75 év közötti korcsoportokra, mert vannak az idősek körében is olyanok, akik még dolgoznak. De egyébként ezek a mérések megfelelnek a nemzetközi standardeknek, gondolom én. Eleve úgy alakítottuk ki, hogy figyelembe vettük azt, hogy milyen módszertannal dolgoznak hasonló kutatások az Európai Unióban, illetve Magyarországon. Annyi, hogy mi hozzátettünk néhány olyan kérdést, ami vagy számunkra, mint kutatók számára volt érdekes és fontos, vagy az önkormányzat számára volt kifejezetten fontos. Ez abból a szempontból fontos, hogy milyen a foglalkoztatási arány, milyen a foglalkoztatási ráta egy-egy térségben, az nagyban függ egy-egy térségben élők iskolai végzettségétől is, és a munkalehetőségektől ez is. Ebben milyen változásokat látnak az elmúlt időszakban? Nyíregyházán ez nem változott. Tehát továbbra is nagyon kedvező a kép, hiszen jóval 50% fölötti foglalkoztatottsági ráta tapasztalható. A járás területén nagy differenciák vannak, de ez alapvetően nem csak az adott településnek mondjuk a gazdasági fejlettségétől függ, hogy egyáltalán van-e munkahely, vagy milyen típusú munkahelyek vannak, hanem a járásban élők esetében általában alacsonyabb iskolázottság mérhető, tehát ott sokkal nagyobb arányban vannak olyanok, akik mondjuk csak 8 osztályt végeztek, vagy rendelkeznek valamilyen szakképesítéssel, mondjuk szakmunkásképzőt végeztek, de nem biztos, hogy a mai munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, tehát hogy rosszabb a helyzet. Az igaz, hogy itt nagyon differenciálni kell település-település között, mert vannak Nyíregyháza környékén olyan települések, mint Nyírtelek, vagy mondjuk Nyírpazony, nekem mindig Nyírpazony szokott lenni a kedvenc példám, ahol ha külön nézzük a települést, akkor ott 70% fölötti foglalkoztatottság mérhető, tehát az nagyjából, akik ismerik Nyíregyházát meg a környékét, tudják, hogy Nyírpazony azért hát nem egy ipari központ a világban, ott azért azok élnek, akiknek a döntő többsége azért Nyíregyházán dolgozik. És feltételezem, hogy minél távolabbra kerülünk Nyíregyházától, annál kedvezőtlenebb adatokat fogunk mérni. Ez érdekes volt önöknek abból a szempontból is, hogy így a megyeszékhely, illetve hát a térségét jobban összetudták hasonlítani. Mondjuk a jövedelmek elosztása, a jövedelmi egyenlőtlenségek terén is tapasztalták azt, hogy a megyeszékhelyen jobb a helyzet, mint mondjuk a kisebb településeken itt a környéken. Egyébként sokkal jobb, tehát ha megnézzük az átlag jövedelmet, az mondjuk Nyíregyházán körülbelül nettó összeget mondok, 85 ezer forint körül alakul. A nagy eltérések ellenére is ugye ez az átlagérték, ez a járásban olyan 63-64 ezer forint. Vagy ha megnézzük kifejezetten a jövedelmekből számított, de nemzetközi standardok alapján mért szegénységi rátát, akkor Nyíregyházan azt lehet látni, hogy olyan 14-14,5%-a a lakosoknak minősül szegénynek, hozzátéve azt, hogy ez jóval kedvezőbb, mint mondjuk 2008-ban vagy 2010-ben volt. Ezzel szemben a járás esetében ez már 22%, tehát egy jó 7-8%-os eltérés van tulajdonképpen a járási településeknek a rovására. De ez mind összefügg iskolázottsággal, foglalkoztatottsággal, mert hát gyakorlatilag a jövedelmek nyilvánvalóan ebből adódnak elsősorban, bár mi nem csak a béreket vagy a fizetéseket kérdezzük, hanem mindenféle jövedelmet, amiben a szociális transferektől elkezdve esetleg egyéb módon egyéb piaci jövedelmek is benne van. Milyen volt a városnak a lakosság megtartó képessége és a környéknek? Ez nagyon fontos, hogyan alakultak a demográfiai, illetve a szociodemográfiai adatok ebben a kérdőjében. Azt kell mondom, hogy a város az tulajdonképpen ebből a szempontból is nagyon pozitív képet mutat, de hát elsősorban azért, mert ha megnézzük, és egy kicsit kijebb lépünk, és a megyében gondolkodunk, illetve úgy a megyeszékhelyben, akkor azt lehet látni, hogy munkahelyek azért döntő többségében a városokban, és az utóbbi idők beruházásainak köszönhetően a Nyíregyházán, mint megye székhelyen jelennek meg, mert itt nagyon komoly beruházások is vannak. Másrészt ugye itt van egy nagyon komoly szolgáltató szektor, amiben az egészségügy, az oktatás és mindenféle egyéb, a turizmus, most sokféle példát lehet mondani, tehát mindenféle kínálat van, ahol a különböző képzettségi munkaerő könnyebben talál elhelyezkedési lehetőséget, mint mondjuk a megyében. Az igaz, de az már ebbe a kutatásba, ezt már nem tudjuk mérni, hogy a fiatalok egy része elmegy a városból, tanulni valamelyik felsőoktatási intézménybe, esetleg Budapestre vagy más nagyvárosba,
mindig az a nagy kérdés, hogy ők visszatérnek, vagy nem térnek vissza. A gazdasági aktivitást tudtuk elemezni, ez volt szerintem a legnagyobb falat ebben a kutatásban, de szerintem még más szegmensre is vissza fogunk térni legközelebb. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is.